Újra együtt szlogennel szervezte meg 5 napos nyári táborát a Zene a Fiatalokért Egyesület. A június 29-e és július 3-a között az ifjúsági házban megtartott táborban 33 gyermek vett részt, akiket szabadidős programokkal, zenés-táncos foglalkozásokkal és 3-szori étkezéssel vártak a szervezők. A tábort a Zene a Fiatalokért Egyesület szervezi, ez egy püspökladányi székhelyű egyesület, Rácné Fekete Ilona az elnöke, én pedig az elnök helyettese vagyok, és a tagságunk azok tulajdonképpen azok a fiatalok, akikkel együtt dolgozunk így a művészeti pályán, nekik próbálunk mindig lehetőséget biztosítani arra, hogy kibontakoztathassák a tehetségüket, és erre a táborra így a zenét és táncokat szerető gyermekeket vártuk. Ez egy önköltséges tábor, tehát a szülők vállalták azt, hogy ők fizetnek azért, hogy a gyerekek itt vannak, napi 3-szor étkezést biztosítunk nekik, és tulajdonképpen minden zenével és tánccal kapcsolatos programmal tettük tele nekik a tábort. Gyányi István elmondta, az ifjúsági ház kézenfekvő választás volt a programok helyszínéül. 33 gyermek van itt a táborunkban. Mindenféleképpen Püspökladányban szerettük volna, hogy lebonyolítsuk ezt a tábort. Tulajdonképpen az ifjúsági ház volt az egyetlen az, amikor a szervezésnél még figyelembe kellett vennünk a hatályos jogszabályokat, még akkor nem tudtuk, hogy nyitva lehetnek-e az intézmények, vagy nem. Itt az ifi háznak azért van egy elzárt udvara, itt van ez a kemence, kis közösségi tér, ami tök jó egy-egy programhoz fedett is, akár eső esetén, és hát nyilván ugye ez kézenfekvő volt, hogyha ifjúsági ház, akkor ide hozzuk majd az ifjúságot. A résztvevő gyerekek visszajelzései alapján van igény a folytatásra, tette hozzá a szervező. Hál' Istennek nagyon pozitívak a gyerekeknek a visszajelzései, ez most ugye a 4. napunk, és már felmerült az igény arra, hogy esetleg szervezzünk egy következő tábort, úgyhogy most zajlik ennek az igény felmérése, pozitívak a visszajelzések, úgyhogy valószínű, hogy csinálunk még idén is egy ilyen tábort. Ez abban tér el tulajdonképpen a többi tábort, hogy ugye az egyesületünknek a profiljából kiindulóan is, itt az énekesek, táncosok és ezeknek a profi vonalon művelése mutatkozik meg a gyerekek előtt, tehát versenytáncosok jönnek hozzájuk vendégségbe, profi énekesek, énektanárok, minden olyan dolog, ami így egy vidéki fiatalnak talán az álma lehet, hogy majd valamikor elérje, és azokat a gyerekeket vártuk leginkább, akik így a művészetek terén nagyon otthon érzik magukat, és szeretnének majd ezzel foglalkozni a jövőben. A napközis táborban zajló programokról Kis Alexandra egyesületi tag, a tábor egyik vezetője nyilatkozott televíziónknak. A kreatív délelőttünket tartjuk, és slime-ot készítenek a gyerekek a szülők nagy örömére, úgyhogy hát én bízom benne, hogy majd a szülők hazaviszik, és otthon majd normálisan fognak vele játszani, és nem kenik össze a falat. Igyekeztünk úgy összeállítani a programokat, hogy figyelembe vettük azt, hogy most mind vagyunk túl, és hogy az volt a fő hangsúly, hogy együtt legyünk, hogy együtt töltsük ezt a kis időt, de emellett ugye a szabadidős foglalkozásokat is igyekeztünk tehát tényleg minden napra betervezni, és hát a zene. Mert a zenének az tényleg az egyesületünknek az a kulcsfontossága, hogy a zene, azzal foglalkozzunk, és amellett nekem az volt az egyik fő gondolatom, hogy tanuljunk is. Tehát, hogy én fontosnak tartom a hagyományőrzést. Igaz, hogy az tényleg nem igazán tartozik bele az egyesületbe, de hogy mivel itt vagyunk az Alföldön, én azt nagyon fontosnak tartom, hogy tudjuk, hogy hol élünk, hogy tudjuk, hogy mi jellemző erre a tájegységre, és akkor azt ugye majd felnőttkorban szépen tovább viszik. Amellett pedig igyekeztünk minél színesebben összeállítani a programokat, tehát minden nap egy kis valamilyen tematikát állítottunk fel, hogy például hétfőn inkább az ismerkedésre mentünk rá, kedden a hagyományokat őriztük, néptánccal, népdalokat tanultunk, a tegnapi napon a latin táncokkal ismerkedtünk meg, ma pedig egy picit a modern, tehát a TikTok világába kalauzolnak be bennünket a gyerekek, mert szerintem valószínű, hogy ők jobban tudják, mint ahogy ezt mi tudjuk. Tehát, hogy a zene az, ami a fővonal, vagy főirányvonalat képviseli ebben ezen a táborban. A tábor első napja az ismerkedésről szólt, a gyerekek azonban hamar feloldódtak és könnyen bekapcsolódtak a programokba, mondta el Kis Alexandra. Reggel, mikor ide jövünk, már 8:30-kor itt van az első gyerkőc, és akkor ő már kapuba várja a többieket, hogy mikor jönnek, és onnantól kezdve egészen 4:30-ig vagy 5:00-ig, amíg értük jönnek a szülők, akkor addig folyamatosan megy a játék, és egy percig nem unatkoznak, én azt veszem észre, mert hogyha ugyan szabad foglalkozás is van, lekötik magukat, tehát fociznak, játszanak, gyakorolnak, mert ma éppen egy ki mit tudunk lesz délután, arra gyakorolnak, tehát tényleg gőzerővel készülnek minden egyes programra. És hát élvezik egymás társaságát, én úgy gondolom, mert ugye
nem mindenki ismerte a másikat, tehát hogy voltak idegenek is, Debrecenből is jöttek, Budapesttől is érkeztek gyerkőcök, és úgy szépen befogadták egymást, tehát hogy én nem vettem azt észre, hogy mondjuk klikkesedés lenne, hanem így egybe vannak, és így játszanak. A tábor utolsó, pénteki napján az Aquamono Parti zenés interaktív műsorán vehettek részt a gyerekek. Magasak vagyunk, egyen lejjebb tesszük, itt fogjuk kezdeni a sort, jó? És akkor figyeljetek nagyon, mert riszálni kell, táncolni, ne hagyjon, és vissza a sorba, mert lejjebb megy majd. Mert... Az Újra Együtt tábort július 27-e és 31-e között ismét megrendezi a Zene a Fiatalokért Egyesület. Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet.